Sziasztok, itt Ildi Oriflémeska csatornája, és most a hármas Oriflém katalógus újdonságait szeretném nektek megmutatni. Néhány dolgot készítettem csak ki, ugyanis az előbb készítettünk a barátnőmmel a legújabb divat kiegészítőkre kis rövid videókat, táskákról, ékszerekről, és az külön videóban lesz majd feltéve három táska és két ékszer kollekció, tehát őket külön mutatom, és amit most mutatok, vadi új ajakrúzsok jönnek a hármas katalógusban. Nagyon izgalmas, hogy ilyen érdekes csúcsos kialakításuk van, tehát a száj formájához igazodó. Tehát egyből szépen fogod tudni felkenni, mert ilyen alakja van, és nagyon klassz új színek jöttek. Ez egy gyönyörű nút színek, ezeket mostanában őrülten divatosak és sokan keresitek, ezeket a szép nút színeket. Nem hoztam ide, mert rengeteg új szín van, nem hoztam ide csak néhányat megmutatni. És egy nagyon klassz színskála segít nekünk a választásban. Szerintem jól látszik. Gyönyörűek ezek az új rúzsok. Négyet hoztam csak ide. Egy színskála segít a választásban. Ez is egy nód. Hogy megnézzük a kezünkön az ereinknek a színét, itt, hogy az mennyire kékes vagy zöldes, ebből megállapíthatjuk, hogy hideg, meleg vagy semleges típusba tartozunk-e. És ennek megfelelően tudunk rúzsokat választani, ennek a színskálának a segítségével őrületesen sok szín van, és nagyon klasszak ezek az új 5:1 ajakrúzsok. Hidratál, táplál, tartós, intenzíven fedő, gazdag színűek. Kijött még egy újdonság a hármas katalógusban. Ez a kis púder ezzel a sokféle színnel, amit a palettába tudsz majd belehelyezni, hogyha vettél ilyen palettát, ebben mondjuk pirosítók vannak, vagy a szemfestékekkel is össze lehet kombinálni. Ez a púder, ez csak most a palettát mutatom, ez a púder azt tudja, hogy vannak benne ezek a sokféle lila, narancs, sárga, meg zöld. Az alapozó előtt kell használni, és kiegyenlíti. Tehát az egyik a szín a pirosságot korrigálja, a másik szín a kékséget, ereket. Tehát ezáltal egyenletesebb bőrfelszínt csinál, és az alapozó előtt kell használni. Újdonság lesz, és nagyon jó árban ez a mézes teljes testápoló lotion. Ezzel nem mutatok szerintem újdonságot, mert ismerjük ezt a Milk & Honey Goldot. Nagyon-nagyon népszerű termék. Újdonság lesz a Swedish Spa sorozatból. Ez egy, azért mutatom, mert ez a katalógusban nem látszik, hogy ez valójában egy jó nagy termék. Ez egy tusolóhab, tehát ez egy igazi luxus kényeztetés algákkal, az óceán erejével. Egy luxus tusoló hab, ami finom krémes habot képez a bőrön. A Discover sorozatból is kijött egy új illat, a Costa Rica. Costa Rica. Férfiaknak egy új Gletscher Glacier, mindenki másképp mondja. Fire ez a doboza. Tehát egy új illat ebből a Gletscher sorozatból, és mindjárt megnézzük, hogy ez mit tud ez az új illat, már ha megtalálom. És hát inkább a leírásba leírom, nem akarom most az időteket húzni és a katalógust lapozgatni, és már nincs is itt semmi más, csak egy gyönyörűségesen szép csipesz. Ilyen szép dobozban egy gyönyörű szép Jordani csipesz. Egy aranyszínű. Ez még újdonság, és akkor gondolom ti is
azt hiszem itt nincs több dolog. Izgatottan várjátok, és nézzétek velem a többi videót is, ahol megnézhetitek az új táskákat, diatékszereket. Köszönöm, ha megnéztétek, tarts velem a továbbiakban is, ha tetszett a videó, akkor lájkoljad, ha még nem iratkoztál, iratkozz fel alul a csatornába, és itt alul, ha lenyitod az infoboxot, akkor leírom a bemutatott termékeknek a kódszámát és a nevét, és hogyha érdekel az Oriflame tagság, azt is itt alul megtalálod, hogy miért érdemes Oriflame törzsvásárlónak regisztrálni. Köszönöm, hogy itt voltál és megnéztél. Szia!